Sziasztok! Szombat van, és elvileg ma nem megyek piacra. Ez nem fog összejönni, mert epret kell vennem, úgyhogy gyorsan kiszaladok. Mint láthattátok, előre viszem, tulajdonképpen viszek ugyanolyan dobozokat, amilyeneket ott is adnak. Hát sajnos néha én is belefutok abba, hogy valamilyen hipermarketbe, vagy valahol kell vennem ilyesmi zöldséget, és azokat megtartom, és ilyenkor azt viszem vissza. Boxolni megyünk a Dáviddal mindjárt, úgyhogy ezért is volt úgy, hogy nem megyek piacra, de hát ezt nyilván nem bírom ki, úgyhogy kiszaladok lélekbe. Szenzáció következik, ugyanis Dáviddal egyszerre együtt fogunk boxolni. Ilyen még nem volt, mert egymás után szoktunk. Hogy miért tettük be banánt, a kutyánkat egy autócsomag tartójába, erre az a magyarázat, hogy hétvégente apukám sétáltatja őt a kisbarátaival a hajógyári szigeten, aminek amúgy nagyon kedves története van, majd egyszer elmesélem. Együtt fogunk boxolni. Azért nem egymás ellen, mert hát én ugye terhes vagyok, illetve amúgy ebben az edzőteremben nem is, nincs is ilyen ring vagy ilyesmi. Harmadrészt meg, hát nyilván szarrá verném a Dávidot, ezt meg nem akarja senki látni. No pain, no gain.
És ez vagyok én. Ők a barátaink, normálisan velük szoktunk edzeni, csak ma nem értek rá. Spanom. Mi van? Nagyon jót boxoltunk. Tök jó volt így együtt. Nagyon király volt. Én azért arra figyelek, hogy ne nyomjam annyira fel a pulzusomat, úgyhogy nem ilyen lihegősbe toltam, illetve a boxolás után is. Én inkább olyan gyakorlatokat csináltam, ami a mély hátizmot erősíti, mert fáj sajnos a keresztcsontomnál, kb. A terhesség első napjától, úgyhogy erre próbálok kicsit gyúrni, meg tornázni. A Dávid meg hardcore-abb dolgokat nyomatott. Most minden, már. Mindennel. És most hazaérünk, és eszünk egy csomó dinnyét? Aha. Yeah! Box után vagyunk, és ettünk dinnyét, csak azt nem vettem fő. És most második megreggelizünk, ami a nap legfontosabb étkezése. Egy vegán körözöttes kenyér avokádóval, ez a nem túl szép dolog itt gabonakolbász, illetve hát nagyjából ez a mennyiség a zöldségből, amit el szoktunk pusztítani egy reggelihez, úgyhogy ezeket fogjuk most enni, és hogyha érdekel titeket, akkor nagyon szívesen csinálok videót erről a vegán körözöttről is, ez köles alapú egyébként, az helyettesíti a túrót vagy a jutúrót. Később megyünk egy vendégségbe a Dávid idősebbik bátyáékhoz, akik nagyon kedvesen meghívtak minket. Arra csináltam egy tortát, amit szintén megmutathattam volna, hogy hogy készült, de nem tettem. De még később megmutatom, hogy milyen a torta, mert szerintem jól néz ki. Egyébként az is köles alapú. Jéj. Vasárnap van, most elmegyünk a papával a vegán Sunday Marketre, a Paulai Ede utcába, az Ankertbe. Én mindig itt veszek a kutyának kakizacskót, ami elbomló, és tényleg vagy lebomló. Mivel hogy a banán egy nap olyan kétszer-háromszor kakil, ezért így a lelkem azt nem bírja, hogy ennyi zacskó szemetet dobáljunk a kukába, úgyhogy erre nem sajnálom a pénzt, nyilván drágább, mint egy sima zacskó, de nekem nagyon megéri. És hát a papát meg azért hoztam el, hogyha itt elvesznék a vegán érdekességek világába, akkor utat mutasson nekem. Biztos vagyok benne, hogy ismerni és érteni fogja a termékeket, úgyhogy remélem, hogy hasznos segítőt viszek most magammal. Papáiktól szülinapomra, ez a Safe by Gerda, ilyen van nekem is. Akartam mutatni a szóban forgó kakizacskót, amit a vegapet.hu-n lehet azt hiszem rendelni, de majd beírom az infoboxba. Vettem még ezt a fűtisztító pálcikát, ami bambusz a pálcika része, és
koton, pamut a 100% a fültisztító része, és ezen felül vettem még egy szappant, én ezt használom zuhanyzáshoz, mármint hogy szappant használok zuhanyzáshoz, nem tusfürdőt, illetve samponszappant használok hajmosáshoz is, nem sima sampont, ami ugye tök jó, mert műanyagot se termelek, illetve az alapanyagok is sokkal jobbak, mint a klasszikus samponoknál általában, illetve még vénülő fejemre egy szemkörnyékápolót vettem, ami szintén nem volt most nekem itthon. Úgyhogy ezekkel gazdagodtam, a papa tűrtőztette magát kivételesen, ő most nem vett semmit, de nagyon nehéz volt visszafogni, úgyhogy kemény meló volt. És most, hogy banán is kivegye a részét a jóból, meg mi is, eljöttünk ide a Pozsonyira, az Anyuna Ice Pop újonnan nyílt, tegnap volt a nyitó buli, amiről lemaradtunk, vagy a nyitóna, de most eljöttünk, és megfagyisztatjuk banánt, amivel támogatjuk a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát, most már alapítvány, azt hiszem. Szóval őket támogatjuk, a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyátosokat, ahonnan egyébként a banán is van. Egy kutyafagyit szeretnék. Minden fagyi vegán, és van egy pár cukormentes is, és mi a mogyorós csokit választottuk. Nagyon jó. Ennyi lett volna ez a hétvégi vlog. Légszíles ecsetvonásokkal dolgoztam, de remélem, hogy azért egy-két dolgot sikerült megmutatni, ami talán nektek is érdekes lehet, vagy hasznos. És hogyha bármilyen recept, vagy bármilyen info, amit említettem, érdekel titeket, akkor, és hallanátok róla bővebben, akkor írjatok kommentbe, komizzatok, és akkor kifejtem az adott témát, vagy megcsinálom róla nagyon szívesen a receptet. És remélem, hogy velem maradtok, kevesen vagyunk, mi maradjunk meg egymásnak, és legyünk egyre többen. És... mi történik? Mi ez? Mi ez? Megmutatjuk, mi ez. Banán nem ma kezdtük. Köszönjük Dávidéknek, akik széttrollolózták az elköszönésemet. A lényeg, hogy nagyon köszönöm, hogy vagytok, néztek, maradjatok, lájkoljatok, kommenteljetek, Instán is kövessetek, és minden egyebet, amit csak lehetséges. Igen! Legyen szép napotok, sziasztok!